Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! Az első közlendő Náthás vagyok, de nem fertőzöm. Utolért a Bergman álltok, ha egy évvel ezelőtt ugye ugyanitt ültünk, amikor Karafi Játorsi ugyanilyen állapotban moderálta a bemutatót. Én ezen elgondolkodnék mostantól a kiadó helyében, hogy kiket szeretne még tönkretenni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és kíváncsiak vagytok erre a mai beszélgetésre, bemutatóra. Szeretném a két vendégemet néven szólítani és bemutatni. Annus Ildikó ül itt mellettem, irodalomtörténész, fordító, az ELTE skandináv nyelvek és irodalmak tanszékének oktatója. A fiatalember is ismerős lesz mindenki számára, hiszen Dió Dávid a regény fordítója, aki az ELTE skandinavisztika és tolmács fordító szakán végzett. Én már azt csodálom, hogy ezeket ti ki tudjátok mondani, de... Köszönöm. A regény, amiről ma beszélgetünk, az most jelent meg a napokban, és itt van a kezemben jól beposztitezve. Jálmár Bergman Markürellék című regényéről van szó, és ez egy újabb vadsöpingi történet. Remélem, hogy jól ejtem ki, amit kiejtek, hanem akkor segítsetek és súgjatok. És egy évvel ezelőtt már megjelent a Nagymama és az Úristen című kötet szintén, mindkettő az Ampersand kiadó gondozásában, és annak ellenére, hogy mindkettő ebben a bizonyos vadsöpingben játszódik, nem összefüggő folytatás, tehát aki még az elsőt nem olvasta, az bátran belekezdhet már ebbe. Ha jól tudom, és ebben segítsetek nekem, a Markürellék volt az első vadsöpingi történet, ugye? Hogy az első volt, de konkrétan... Már ami megjelent. Ami megjelent, egy kicsit nehéz ezt tudni. Tehát Bergman már előtte is írogatott mindenféle regényeket, színdarabokat, novellákat és hasonlókat, és nagyon könnyen előfordulhat, és ebben most nem vagyok teljesen biztos, de könnyen előfordulhat, hogy egy-két szereplő azért már korábbi történetekben is megjelenik. Ha az internetnek hihetünk, nem mindig, akkor ez egy 1919-ben megjelent regény, míg a Nagymama talán 21-ben jött ki. És ez volt az első, ami számomra meglepő, vagy talán megdöbbentő is, már a Nagymamánál is, de a Markürelléknél még végképp, hogy olvasta már valaki ezt a regényt? Félig? És a Nagymamát? Tehát valaki úgy otthon van vadsöping világában. Tehát, hogy ugye olyan, mintha ez most íródott volna. Nagyon modern. Bólogattok itt közben. Dávid, az eredeti kézirat is ennyire modern? Vagy azért már kicsit belepiszkáltál, és ez már a te tolladnak is köszönhető? Én azt mondom, hogy félúton. Tehát nem akartam olyan fordítást írni, ami a vittas. Uh-huh. Nyilván az eredeti szövegben vannak olyan például svéd ige alakok, amelyeket ma már nem használnak. Nyilvánvalóan nem akartam direkt ilyen 1920-as, 10-es magyar ígalakokat használni, csak azért, hogy autentikus legyen, mert pont nem lett volna az én tollamból autentikus. Másrésztről meg nem akarom, hogy porosnak érződjön maga a regény, hiszen a fordítások is elévülnek, és azt szeretném, hogy ha már 2024-ben adunk ki egy fordítást, akkor az még a következő 50 évre. Sok minden mondható erről a regényről, de hogy poros az egyáltalán, nem? Igen. Maga a cselekmény, vezetés, az eszközök, amiket használ Bergman, azok nagyon megdobják a modernségét, vagy a modernség érzetét a szövegnek. Azért elég... is mondjam, vannak olyan eszközök, amik a Nagymában is kifejezetten, és a Markürellékben is, amik ma, a mai napig népszerűek, sőt, amiket később emelt be az irodalmi fősodor, mint amikor ezek megjelentek, ezek a könyvek. Ha már itt a szerzőnél, Jálmár Bergmannal tartunk, Ildikó, én azt olvastam, hogy meg ez érződik a regényen is, hogy annak ellenére, hogy klasszikus szálakat használ a szerző, de hogy az ő korában, tehát így azt hiszem 30-31-ben halt meg ő. Tehát, hogy, és erre mindig emlékeztetnem kell magam, hogy hiszen 31-ben már meghalt, olyan, mint egy kortárs most élő szerző lenne. Hogy fogadták az ő írásait? Mennyire volt ő akkor sikeres Svédországban? Az igazi áttörés egyébként az éppen ezzel a Markürellel jött el számára.
És ez volt az a regény, amit a kritika is nagyon nagy örömmel fogadott, egy embert kivéve, a fő megmondó embert. Na, neki nem tetszett egyáltalán. Úgyhogy ez egy kicsit visszahúzta az ő megítélését, karrierjét. De alapvetően ő előtte is már elég ismert név volt, meg népszerű név volt, de ez hozta el az igazi nagy sikert számára. Úgyhogy itt lett belőle, nem tudom, populáris szerző. 11 vagy 12 már Vadsöpingi történet íródott, ugye? Vagy annyiról tudunk? Nagyjából. Megint csak azt mondom, hogy nehéz meghatározni. Ezek nagyon, nagyon mozognak. De azt jól tudom, hogy magyarul most jelenik meg először Bergman regénye egyáltalán. Igen. Ahogy az életét kutattam a szerzőnek, az azért kiderül, hogy a gyermekkora erősen traumatizált. És hát, hogyha valaki ismeri Bergman életét, akkor láthatja, hogy ahelyett, hogy a megoldásokat kereste volna, az alkohol és a drogok fogságába került, és a halála is ilyen elég misztikus, hiszen állítólag öngyilkos lett, de ha jól tudom, akkor ez sem annyira egyértelmű nála. Nem egyértelmű, de nagyon valószínű. Hát most arra szeretnék kiukadni, hogy amikor ő kap egy ilyen kritikát, tehát mindenki dicséri, viszont van egy, aki beleköt, akkor az biztos, hogy az ő lelkét gyötri, és tiporja, sőt, ha jól tudom, akkor igazából az ő veszte is az lett, hogy majd ha elolvassátok a könyvet, vagy a könyveket, akkor látjátok, hogy nagyon filmbeillő, és hogy Hollywood is lecsapott rá. Ebből a Mark Ürellékből például van egy német és egy svéd film is, illetve a nagymamából is készült egy film, meg színdarabok is. De hogy állítólag egy hollywoodi szerződés miatt utazott ő ki, ami végül nem valósult meg, és ott borult meg teljesen az ő elméje. Ő neki az volt a nagy baj a Hollywooddal, hogy a színfalak mögé látott, most ezt képletesen is értem meg konkrétan is, tehát ő azért ment ki, mert azt gondolta, hogy ott már milyen jó lesz. Ő azt már tudta nagyon korán egyébként, hogy ez a film, ez egy nagyon fontos médium lesz. És a regényeiben is érződik ez a filmszerűség, meg hát írt filmnovellákat, meg filmre is alkalmazta a saját történeteit sok esetben. És azért ment ki Hollywoodba, mert azt remélte, hogy ott majd valami fajta számítást meg fog találni. Aztán meglátta, hogy mi van a hollywoodi romlott világban, és 4 hónap után hazatért. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy Hollywood mit kezd ezzel a történettel ott a 20-as, 30-as években, hiszen elképesztő szürreális képek vannak benne, tényleg olyan, mint egy álom ez az egész. Ha már Vadsöpingnél tartunk, arról van bármi tudásotok, hogy miért találta ki ő ezt a várost egyáltalán? Honnan jött neki az ötlet? Honnan merítkezett? Hát, ha jól tudom, akkor a szülővárosa Örebro alapján mintázta ezt a Vadsöpinget, és ma is Örebro városban van egy óvárosi rész, vagy, amit Vadsöpingnek kereszteltek el Bergman tiszteletére. De gyakorlatilag a saját milliójéből merítkezett ebben is, meg a kicsit korábban, amikor még csak ugye Bergslageni történetek vannak, az egy nagyobb térség, és onnan fókuszált aztán erre a városra. Jó, hát ha az ő szülővárosa ilyen volt, mint Vadsöping, ez azért sok mindent megmagyaráz az ő tébolyáról, hiszen olvastátok ezeket a regényeket, akkor látjátok, hogy nem egészen komplett az a város lakossága, és még csak 2-nél tartunk eddig. Azt mondtam, hogy összefügg, de mégsem függ össze. A város ugyanaz, a két eddig megjelent regényben nincsenek szereplők, akik átfedést mutatnak egymással, de ha jól tudom, akkor a harmadik, ami jövőre jelenik meg, abban például a nagymamából egy szereplő ott lesz. Talán nem is egy. A főszereplő, ugye? Zsák. Igen. A nagymamának az egyik mellékszereplője lesz a főszereplője a harmadiknek. Találtam egy érdekes szembenállást, és utána már egyből ráfordulunk itt a regényre. Nem szeretnék spoilerezni, hogyha itt még többen nem olvasták ezt. Kiszúrtam. A nagymamának az első mondata így szól. Nagymama leteremtette az Úristent. Régi, bensőséges kapcsolat volt az övék, hiszen addigra az Úristen már nagymama egész küzdelmes életét végig kísérte. Ezzel szemben Mark Ürell úr
Marcurel úr összességében sosem látott okot pörölni a gondviseléssel. Azon emberek közé tartozott, akik egyfajta velük született naív, őszinte áhítatnak hála, sosem kényszerülnek rá, hogy bármiféle magasabb problémákra szellemi energiát pocsékoljanak. Nem érdekes ez a szembenállás a két regénynél? Ebben a regényben is számos bibliai idézet található. Kik ezek a Marcurellék? Annyit tudunk a fülszöveg alapján, hogy ebben a városban a vendéglőnek vagy kocsmának ő a tulajdonosa. Nem egészen tisztázott okokból, hát nagyon jól élt, hogy ő egy tehetős, gazdag ember, viszont nem szeretik a városban. Sőt, van is egy ilyen rész ebben a kötetben, ahol azt mondják, hogy ilyen embereket Watschöping nem termel ki magából. Ezzel szemben az ő fiát nagyon kedvelik. Apák és fiúk jelennek itt meg, és érdekes, hogy ez a szó jutott most eszem, hogy apák és fiúk, hiszen az egyik ebből készült filmnek is ez lett a címe, hogy apák és fiak. És nem csak Marcurel úrról és az ő fiáról van szó. Beszélgetünk kicsit erről a családról? Az első fejezet például egy, nekem, aki a skandináv világban és a skandináv nevekben nem vagyok annyira otthon, nehéz volt. Annyi névvel kellett szembesülnöm és visszalapozni, hogy ki, kinek a kie és miért. Onnantól pedig az egész egy napot foglal át, egy bizonyos érettségi napját. Hát nyilván számomra nehéz elválasztani, hogy mennyire egy realisztikus ábrázolás, meg mennyire egyfajta, hogy is mondjam, eltúlzott szimbolikus ábrázolása egyfajta jelenségnek. Tehát, hogy Marcurelt, az apát tényleg elég negatív, szinte csak negatív módon írja le, mindenféle erény nélkülöző ember, akit mindenki utál a városban, egy darab jó jellemvonással a fia szeretete. És erre van felhúzva igazából a regény, hogy ez egy jellemvonás meg tud nemesíteni valakit, hogyan pontakozik ez ki, és összességében ezért nehéz is nekem megragadni úgy Marcurel urat, hogy mennyire csak egy szimbólum, vagy mennyire egy ember, eléggé elmélyül a végén, árnyalódik a személyisége, ebből az egyerényből kibontakozik azért egy bonyolultabb személyiség, mint amit első látásra látnánk. Meg az egész családot, ez egy korrekt kis családregény. Igen. Érdekel? Nehéz kérdés, mert igazából tulajdonképpen mindenkit Watschöpingnek a szemén keresztül látunk. És Marcurel úgy van beállítva, mint egy velei gonosz ember, és ő vele szemben áll mindenki más, akik sokkal kedvesebbek, meg aranyosabbak, például ez a Delors, ő is sokkal kedvesebb, legalábbis ez lehet az olvasó érzése, de hogyha mögé nézünk, hogy valójában mi történik, hogy minden nehézség nélkül, most nem akarok spoilerezni, de ami a végén történik, hogy azért Delorsból is, róla is kiderül, hogy nem egy szent, de ez valahogy sose látjuk. Szinte mindenkiről kiderül. Egy ilyen nagyon állítatos város van, ott mindenki aranyosan mosolyog, és itt mindenféle egyletek meg. Mi ez a szó? Jézus jászla? Jézus jászla. Egyesület megjelenik benne. Hát aztán mindenkiről kiderül. Kicsit olyan, mint egy modern Twin Peaks, ha ez a szó így mond valakinek valamit. Tehát óriási titkok derülnek majd ki. Elképesztő humora van ennek a regénynek, amellett, hogy egy komoly drámáról is van szó. Hogy a humorát megmutassam, talán 5 sort szeretnék felolvasni. Aztán majd rátérünk, hogy mi ez a Jézus jászla, meg hogy egyáltalán mit tudásotok van arról, hogy a svédekre ez jellemző, hogy ők ilyen mindenféle egyesületeket... Igen? Igen. Ott tömörülgetnek? Igen, általában ilyen skandináv jelenség, szeretnek egyesületek betömörülni, és hasonlóban ilyen. És ez a mai napig működik? Igen. Tényleg? Igen. No, szóval arról van szó, hogy ez az egyesület hagyományaik vannak. Például egy dologhoz ragaszkodnak, ez a karácsonyi Betlehem. És hát
Tehát ha valamin az ember tud röhögni ezen a fejezeten, igen, négy sor lesz az egész, mert hosszan leírja, hogy ki lehet például pásztor, ki lehet Mária, de a legviccesebb, hogy hát kis Jézust minden évben találni kell, hiszen aki idén kis Jézus, az jövőre már nem lehet kis Jézus. Viszont ennek a gyermeknek hát sok mindennek meg kell felelni. Megpróbálom nem köhögve végigolvasni ezt az öt mondatot. Végezetül a kisded, akinek a megtalálása minden évben gondot okoz. Újszülött nem lehet, ugyanis az újszülöttek rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal, amelyek révén színpadra alkalmatlanok. De azért túlkoros sem lehet, és tetszetősnek kell kinéznie. Ezen kívül korához képest jól neveltnek kell lennie. Előny, ha gőgicsél, ha kis kezével a királyok ajándékai után nyúl, ha bólogat, kacarászik, prüszköl, a tömjén tudni illik csípi az ember orrát, és tapsikol. De nem ordibálhat, és legalább fél órán át köteles egy helyben maradni. Az nem spoiler, megtalálják a kis Jézust, egy egészen különleges módon találnak rá. Az előző kötetben, már hogy ami nálunk előzőleg jelent meg a nagymamára is, nagyon jellemző volt ez a humor. Azt tudom, hogy Bergman kötelező olvasmány a skandinavisztika szakon, a végére csak ki tudom ezt majd mondani. Az ő drámái is tartalmazzák ezt a kettősséget, hogy egyrészt véldrámák, másrészt meg kacaghatunk rajtuk. Sok, igen. Tehát nagyon sokat írt, és nagyon sokfélét, úgyhogy itt azért a színvonal is picit ingadozik, nem mindegyik ugyanolyan jó, meg nem mindegyik ugyanolyan céllal íródott. Vannak kifejezetten közönségdrámák, amik azért születtek, hogy a közönség jól érezze magát, és lehessen rajta jókat nevetni, de ő valahogy igazán, már mint Bergman, igazán nem tudta soha megragadni magát. Tehát ő a társadalomról is mondani akar valamit, és ráadásul a saját kicsit furcsa módján akar mondani valamit a társadalomról. Úgyhogy igen, lehet mondani, hogy mi van benne. Ez egy furi összekapcsolódás, most nem akarom ide behozni az eredeti szakmámat, ugye pszichológusként, de azt tudjuk róla, hogy ő depresszióval küzdött, és ez nagyon sok depressziósra jellemző egyébként, hogy azt a fajta mélabút meg szorongást egy egészen speciális humorral fedi el. Tehát nekem ez itt kijött belőle, de nem szeretném most analizálni, ami szerződik. Megközlési formának szokták, hogy a humort. Meg, ha jól tudom, akkor érdekelte is a pszichológia Bergman, tehát kifejezetten olvasott Freud, meg stb. Igen. És ezt bele is szökte a regényeibe, nem titkoltan azért. Tehát elég gyakori az, hogy az embernek a gyerekkori élményei határozzák majd meg a lefolyását. Ha például arra gondolunk a Marco Aureliusnak a végén a Marco Aurelius halálában elmondja Marco Aurelius, hogy az ő apja milyen volt. És Marco Aurelius halála, ugyanis egy külön novella szerepel még ebben a kötetben, ami nem volt része ennek a regénynek. Ezt hogy megtaláltátok külön? Egyszer csak felbukkant? Megtalálódott? Elintéztük. Kik segítettek ebben? Voltak svéd manók, akik... Nem annyira svéd manók, nem tudom már, hogy történt, de úgy emlékszem, hogy Barna volt az, aki odahatott, hogy... Ja, aha. Igen. Ő volt az, aki arra gondolt először, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a két mű egyben lenne. Kiegészíti egymást. A novella nélkül is kerek lenne a regény, de a novellával együtt meg tényleg egy kerek történet. Dávid, mint fordító, te hol találkoztál egyáltalán Bergmannal, és honnan jött a számunkra a nagyon dicséretes ötlet, hogy elkezd fordítani? Én ugye a svéd szakon tanultam, a skandinavisztikán. Köszönöm, hogy kimondok helyettem. Nekem is nehezemre esik. És ott volt ugye a kötelező olvasmány, az első kötelező olvasmány a svéd szakon. Ez úgy néz ki, hogy egy évig tanul az ember svéd nyelvet a nulláról, és aztán rögtön bedobják a mélyvízbe. El kell olvasni egy svéd regényt, és onnantól minden héten egy újabb svéd regényt. A Márkür elég a kötelező? A nagy most az úristen. A nagymama. És az első, Annus tanárnő felszólta, szólítani, mert legalábbis a mi évfolyamunkban felszólította az első éveseket, hogy jó dolog a nyári szünet, de azért aki
aki előre gondolkodik, az elkezdheti a szünetben is, hanem ma is az Úristent, tekintve, hogy 1921-es svéd nyelvezettel íródott, és egy hét alatt necces egy kezdőnek. És akkor én elkezdtem nyáron olvasni, rájöttem, hogy néhány szót nem értek, mint ahogy az várható is ezen a ponton. És utána néztem néhány, vagy elkezdtem lefordítani pár mondatot, hogy mégis mire gondolt itt Berma, hogyan lenne ez magyarul. Úgy érdekelt a fordítás mindig. És aztán a mondatokból bekezdések lettek, a bekezdésekből fejezetek, és akkor azon kaptam magam, hogy lefordítottam az egyharmadát a könyvnek, a Naimának, aztán ott tartottam egy kisebb szünetet, hogy nem nekem kéne ezt lefordítani igazából, mert nem éreztem magamat a kompetensnek azért ezt a szöveget tolmácsolni. De aztán rájöttem, hogy más nem fogja megcsinálni, úgyhogy... Mi múlik a kompetencia? Igen, tehát inkább azt mondom, hogy... Ha csak a tanárnő nem áll neki. Igen, megteszem azt, amit tőlem telik, és aztán lefordítottam a könyvet, elmentem a tanárnőhöz, talán lefordítottam a könyvet, vagy nagyon is az Úristent, ez se lepődött. Pardon? Úgyhogy mondta, hogy akkor próbálj meg kiadni. Ja, hogy úgy küldötte, hogy kiadóhoz. Igen. Aztán és azt mondta, hogy nem. Nem, azt mondta, nagyon dicséretes, Dávid, akkor most ez volt a könyv része. Most kell kiadni. 6 év múlva ki is lett adva. Hát ez még 19 készül, éves. Készül, mert lesz még 11 rész. Micsoda? És készül, mert lesz még 11. Konkrétan így történt, hogy 6 évbe telt mondjuk azt, hogy megtalálni az Ampersand kiadót, és Barna meglátta a lehetőséget, hogy tök jó az Anyom és az Úristen, tök jó ez a város, amit kreál Bergman, akkor lefordítjuk az összeset, lesz egy életmű sorozat. Én azt mondtam, hogy húha. De laknék inkább Vadsőpingben. Hát, igen, úgyhogy... Igen, a Barnát nem nagyon találhattad meg a kiadót, hiszen az az első Ampersandos kötetek egyike. Nem annyira. Nem annyira? De ugye az első évben, vagy valahogy így. Igen. Jó, érdemes egyébként a kiadó honlapját nézegetni, mert egészen izgalmas regényeik vannak, én oda vagyok értük. Meg vissza is. Itt félmondattal említett, hogy és ez talán Ildikóhoz okosabb kérdés tőlem, hogy mennyiben és miben változott a nyelvezet, a svéd nyelvezet 21 óta? Konkrét példákkal? Svéd nyelvből. Egy kicsit kevesebb az alakváltozat, egy kicsit több benne az angol, ahhoz képest, ami 100 évvel ezelőtt volt. Úgyhogy vannak jól látható változások a helyes írásban is, bár nagyon nagy mértékben nem. De tehát, hogyha az ember Bergman-féle szövegeket olvas, akkor a mondat szerkesztés az biztos feltűnik neki. Na, nem feltétlenül így beszélnek ma már a svédek, nem ilyen mondatokban, hanem kicsit olyan egyszerűbb mondatokban beszélnek inkább. Tehát a párhuzamba állítom mondjuk a magyar nyelvvel, és előveszek egy jókait, az sem biztos, hogy egy mai magyar 10 évesnek ez szórakoztató lesz már. Abszolút. Jókai nagyon sok idegen szót használtál, aztán nehéz megérteni, de talán a jókai meg a mai nyelv között van valahol. Tehát alakváltozott például ilyesmi, hogy látszék, látszon helyett, tehát nyilván megértjük. Ma már nem használjuk aktívan. Nem így beszélünk. Én a fordításnál nem is nyúltam vissza ezekhez a 1910-20-as alakokhoz, de ettől függetlenül mai irodalmi nyelvet belőttem, hogy így marad aktuális a fordítás. Mekkora lábnyoma van az irodalomban, Svédországban Bergmannak? Mennyire tartják őt ma fontos szerzőnek? Hullámokban jön ez a dolog. Valamikor a 60-as, 70-es években nagyon-nagyon népszerű volt. Aztán most egy kicsit úgy lejjebb van, tehát nem feltétlenül őt tartják a legnagyobb klasszikus szerzőjüknek. De továbbra is ott van a legnagyobbak között, ez természetes, és hogyha írnak egy irodalomtörténetet, akkor mondjuk 500 oldalból 20-at biztos megkap.
Drámaíróként vagy regényíróként ismerik őt jobban? Főleg regényíróként, de megemlékeznek róla úgy, mint a film, mint médium egyik ősatja, aki nagyon figyelt arra, hogy ebből majd még lesz valami. És hát azok az impulzusok, amiket ő adott, továbbadott, azokat más Bergmanok átvettek. Akiknek, ahogy megtudtam itt egy évvel ezelőtt, Hjalmar Bergmannak nincs köze vér szerint Ingmar Bergmanhoz, sem Ingrid Bergmanhoz. Igen, de most, ahogy az interneten kutattam, és nem véletlenül használtam ezt a szót, hogy lábnyoma van, egész modern, mostani írások, tehát foglalkoznak vele. Nem egy elfelejtett szerzőről van szó. Abszolút, sőt a Mark Reilléknek nemrég jelent meg egy angol fordítása utóbbi években, kifejezetten a célból, két svéd ember fordította, azt hiszem angolra, Sandbergjék, hogy nagyon kötődik az eredeti szöveghez, nagyon közel áll, hogy jobban lehessen az irodalomtudósoknak kutatni Bergmant. Tehát van egy olyan irodalmi lábnyoma, hogy már nem akarja az ember annyira lokalizálni a saját nyelvére, hogy természetesnek hasson, hanem inkább azt nézi, hogy minél közelebb legyen az eredeti svédhez, az eredeti furcsa nyelvhasználathoz. Én ezt az angol folytást használtam a magyar folytásnál is, én azért jobban lokalizáltam, tehát nálunk még nem ismert, és ez kifejezetten az a angol fordítási irodalomtudósok számára írodott, ez azért a tágasabb közvélemény számára. Ha most akár el is vonatkoztathatok Bergmantól, és itt ebben az épületben, ugye a Skandináv házban vagyunk, ti mit gondoltok, és ezt a közönségtől is kérdezem, vagy van itt ugye könyvklubos kollégina is, hogy mitől van ez, hogy az elmúlt években ilyen elképesztő divatja van a skandináv irodalomnak, legalábbis itt Magyarországon. Hát ha megnézek egy 10-es eladási listát a könyvesboltokban, az a minimum egy izlandi ott van, vagy egy egész házas pár ott van, ugye, mint tudjuk. De hogy valamitől a skandináv könyvek most olyan népszerűek, hogy csak na. Mi lehet ennek az oka? Veszélyes kérdés, mert erről olyan 2,5 órát tudnék. De nem fogok. Majd közbe köhögök. Mindenkit megnyugtatok. Nem most kezdődött, hanem az 1800-as évek közepén nagyjából. És azóta nem mondom, hogy töretlen, de úgy folyamatosan mindig ott vannak a svédek a könyves polcon. És hát ez három szerzőnővel kezdődött, akik annak idején nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, sőt világszinten is nagyon menőnek számítottak. Őket olvasták, gyakorlatilag mindenki, aki szeretett volna valami jót olvasni, és akkor ezt követte aztán a század végén, 19. század végén a modern áttörésnek nevezett korszak, amiben olyan emberekkel ismertették meg a világot, mint Strindberg, meg Lagerlöf, meg Ibsen, meg Georg Brandes és a többiek. És akkor onnantól fogva aztán 1910-es évek környékén jött egy első krimi hullám, aztán a 20. század közepén jött a gyerekirodalmi hullám, és akkor most itt az évezred fordulón jött megint ez a krimi hullám. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy folyamatos dolog. Beszéljünk erről a történetről, Mark Ürellékről, először spoilermentesen. Ugye az első fejezetet, aki végigolvasta és nagyjából beazonosított, hogy ki kinek a kie, és hogy került a családba, és miért lehet ő a család tagja, nem mindegy, mert bizonyos szempontoknak meg kell felelnie. Egy érettségi napjával szembesülünk, ahol is Vácsőping úr már megmutatja, hogy ő valaki. Ez azt hiszem, hogy elárulható, hogy... Melyik úr? A Mark Ürell úr. Ja. Vácsőping úrat mondtam? Igen. Jó. Szóval Mark Ürell úr, aki Vácsőpingben él, magasan, ő már megmutatja, hogy milyen jellem, hiszen megpróbálja lefizetni ugye az iskolában az igazgatót, pedig hát valószínűsíthető, hogy az ő hőnszeretett fiacskája, bizonyos Johann, emlékszem nevekre, Johann magától is képes lenne letenni az érettségit. És itt már is megjelenik majd benne egy másik család, másik fia is. Itt a két fiúról azt kell tudni, hogy tulajdonképpen ők jobban is lehetnének,
de mivel a két papa hát nem annyira szívleli egymást, ezért az érettségi napján egy jó kis iskolai verekedés is történik majd ott az iskola udvarán, pont a tanári ablaka alatt. És ebből indul ez az egész történet. Jól mondom? Zanzásítva. Amennyire össze lehet foglalni ezt a történet, nem könnyű egyébként, nem. Valóban nem, de úgy nagyjából igen, ezek a főbb pontok. És itt azt hinnénk, hogy négy férfiről van szó, valóban ők a főszereplők, közben pedig elképesztő fontos szerepük van a nőknek is ebben a regényben, ugye a feleségeknek is. Aztán van itt egy az előző regényben Agnes nagymamához hasonló idősasszony figura is, akinek lehet, hogy jobban járunk, ha Dávid olvas föl belőle, és nem én az én beteg hangommal. Segítesz nekem egy kicsit? Persze. Melyiket, ahol a nagymama repül? Nem. Ez a rész. Én nem megteszed. Aha. Köszönöm. Így adták hát meg a végtisztességet Louis de Lorsch ítélőbírónak. Rüttenschild néni ezt egy magas juharfára fölmászva nézte végig, amelynek magjai hozzáragadtak köpenyéhez, fogva tartva őt. A katedrális összes csókája sűrű felhőként keringett feje fölött, és időről időre egy-egy csóka lecsapott, és erősen belecsípett a jobb halántékába. De a falábánál állt egy ifjú, aki Rüttenschild néni felé nyújtott a kezét. Talán Barfoot hadbiztos fia volt, ugyanaz, akit egy bizonyos ismeretlen Markurel lelökött a katedrális tornya tetejéről. De lehetett akár egy valamivel korábbi, vagy későbbi Barfoot is, mivel Rüttenschild néni viassága homloka alatt immár egy század év lakozott. A fiatalember bőköpenyét a szél hátravetve lobogtatta, szárnyakat alkotva. És így szólt az ifjú. Én vagyok az üdvözülés angyala. Eljöttem, hogy megszabadítsalak, Malin Rüttenschild. De Rüttenschild néni hangosan felkiáltott. Jaj, uram, teremtőm, hát a legény látja a bugyogómat. És elkezdett egyre magasabbra mászni a fán. A szégyenkezéstől emberfeletti előre tett szert. Csak hamar már a legfelső ágon hintázott. Talán szárnyai is voltak. Csak hintázott, egyre följebb, egyre lejjebb, egyre följebb, egyre lejjebb, egyre följebb, egyre lejjebb. Egyszer a feketeség vette körül. Sötét éjszaka. Égzengés morajlott föl. Jégcsapok korbácsolták megszelent testét, és ő hiába tapogatózott háta mögött kerekedett köpenyének föl-föl libbenő sarkai után. Még? Azt hiszem, hogy ez így. Amikor itt a beszélgetés elején mutattam, hogy erre a jelenetre gondoltam, akkor tágra nyílt a szemet, hogy pont erre? Igen, ez egy álomjelenet. Uh-huh. Tehát a regény többi részével nincs olyan szoros kapcsolatban, tehát ez egy erősen, hogy is mondjam, fantáziadúság. Szürreális kép, szürreális kép, gyönyörű, gyönyörű. És hát abban megcáfolnak, hogy szerintem az egész a regény egy kicsit álomszerű. Ezekkel a szereplőkkel kristálytisztán és tűpontosak ebben a jellemrajzok. És annak ellenére, hogy most két vicces jelenetet hoztunk itt bemutatni, és főként ilyen vicces jelenetek, de mindegyik mögött van valami egészen komoly pszichológiai rálátás. És ebben én, aki csak ezt a két kötetet olvastam, még eddig Bergmantól, azt gondolom, hogy zseniális. Vasas volt, úgyhogy nagyon várom már a harmadikat. Én is. Te is? Már olvas? Már szerkeszted? Fordítod? Útban van. Úton van, de úton van. Útban is van. Ugye én a kiadótól azt tudom, hogy jövőre már megjelenik. Lassacskán. Én is ezt tudom. Kiadótól. És a kiadó is így tudja, ahogy látom. Igen. Oké. Okay. Mi az, amit ti fontosnak tartotok Bergmanról elmondani, vagy erről a kötetről? Mi az, amit ha ajánlani kellene valakinek, aki az egyetemen nem kötelező olvasmányként olvassa? Elég szubjektív nézőpont lesz, de nekem ebben a könyvben azt tetszik, hogy ötvözi a társadalom rajzot, társadalom kritikát, és az emberi rajzat, a pszichológiát. Tehát az, hogy olyan konfliktus bontakozik ki a könyvben, ami egyszerre mondjuk az, hogy társadalmi kasztok között van, és érzelmi érettség foka is mondjuk azt, tehát a régi arisztokratikus establishment a városban, akik a becsületre, a tisztességre, a stb. Appellálnak. Jó, nyilván ők se szentek, ahogy mondtad, de
mégis erre appellálnak, illetve a kicsit ilyen kapitalista, felkapaszkodott, csak a pénz számít, és nem érdekel a többinek az összeütközése. Tehát abszolút minden szinten jelen van az a fajta összeütközés, ami végigviszi ezt a cselekményt. És ezek nagyon tetszett, hogy gyakorlatilag bármit tekint az ember, akár a társadalomrajzot, akár az emberi emberrajzot, meglátja a különböző alternatívákat, a különböző lehetőségeket, és eldönti, hogy kinek drukkol, kinek nem, miért. Majmában is hasonló volt, ott se lehetett a végén tudni, hogy kinek drukkoljunk. Itt is van egy jó nagy csavar a végén. Hmm. 2, 3? Ki tudja, olvassuk el? Meg érdemes elolvasni, nagyon szórakoztató, és közben meg ugyanúgy, mint a nagymamánál, ami nálam tavaly a nagymama volt az adott év legjobb külföldi kötete, ezért vártam nagyon sokat már Kürelléktől is. Tehát, hogy ez tipikusan az a regény, amit elolvas az ember egyszer, és jól szórakozott, hogy visszatér, visszajönnek gondolatok. És jó, ha ott van valahol a könyvespolcon elérhető magasságban, mert többször visszaolvasós, meg beleolvasós. És valószínű, hogyha 3-4 év múlva újraolvasnám, vagy újraolvasom ezeket a köteteket, akkor megint egészen mást ad majd. Jenikó? Azt mondanám, hogy Berman, meg mondjuk ez a könyv, a Marco Rellig, azért is jó, mert ha esetleg voltak olyan előítéleteink, hogy hát az ilyen klasszikus művek azok nehéz, poros, nem jó olvasni, vontatott, akkor ez ledöntik teljesen. Tehát ez klasszikus is, és veszettő szórakoztató. Úgyhogy ha valaki jót akar olvasni, és szórakoztatót is, akkor mindenképpen állati jó választás. Végtelenül modern. Igen. Nagyon köszönöm mindenkinek mindent, a jelenlétet leginkább, és az érdeklődést szeressetek olvasni, mert ez nagyon fontos. Szoktam mondani, hogy mert aki mellett van egy jó könyv, az sosincs egyedül, főleg, ha egy ilyen könyv van, amin egyszerre lehet szórakozni is, meg gondolkodni is, és néhány órára úgy kiröppent minket a valóságból. Zárójelben hozzáteszem, annak ellenére, hogy skandináv, ettől nem fogtok fázni. Nem állnak hosszan a szélben. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.